Megjelent Balogh Leventével a közös új hidratáló italunk, amiből egy hét alatt több mint 10 000 darabot vettetek. Drinkzord.com. Na és hát sziasztok, képzeljétek el, én Pajer Balázs vagyok, de nem ez a durva most, hanem az, hogy itt állunk az Akropoliszon, Athénba, Görögországba, hiszen most egy személy miatt utaztunk ki ide, hogy meginterjúvolhassam, és ez a személy pedig képzeljétek el nem más, mint akit a legtöbben kértetek, mióta csináljuk ezt az egész sorozatot, és összehoztuk, kiutaztunk csak ezért. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi rejlik az egész ember mögött, de egy-két dolgot mondanék róla, ő egy igazi életművész, utazza körbe a világot, mindig máshol és máshol bukkant fel, kaptunk egy telefont, hogy jöhetünk ide, Athénba, ő átutazott most Korfuból, és képzeljétek el, most egy nagyon-nagyon jó barátomnak a görög boltjába, az athéni boltjába fogjuk leforgatni ezt az epizódot, szóval nem is akarom húzni tovább a szót, köszöntöm az üzletbe, MC István. Na és hát üdvözlöm a legnagyobb tisztelt az üzletben. Várjál már egy kicsit, barátom azért. Én is üdvözlöm a nézőket, sziasztok. Na most kezdett a pacek. Hello, jó a szemüveg. Köszönöm szépen, ilyen jó gangsteres. És figyelj, nagyon nagy tisztelettel. Tényleg örülök, hogy itt össze tudtuk hozni a találkozót. Athénban vagyunk, a Flower Kicks üzletben az egyik legjobb barátomnál. És te is itt vagy. Ugye te nagyon elfoglalt vagy, azt kell tudni rólad, ugye? Világutazó, vándor, vándor madár. Hát nem egészen így, de igen, jövök, megyek, azt megkérdeztetem, hogy mi miatt nyüzsök, spezsek? Hát voltak problémák a múltban, ami miatt kényszerből igazából, de aztán erről mondod, úgy bővebben, elmondod, ha hogy... gondolod, én elmondhatom. Hát mondd el, de ottja csak szeretnéd nyomni. De egyébként én is üdvözlöm a nézőket, és amúgy mindenki tudja, hogy miért, mi a helyzet. Mi a helyzet? Ugye többször megtámadtak a lakásomon, problémák voltak, de téged, utcán... Fia Isti, téged szerintem mindenki bír? Azt nem hiszem annyira. Vannak olyan Facebook csoportok, akik közszereplőket zaklatnak, sokan ismerik, hogy melyik csoportról beszélek, és ezeknek a csoportoknak 8000 fős csoportoknak a tagjai ugye többször rájöttek a lakásomra, minden Magyarországról el kellett menekülnöm. És azért most azért vagy itt? Most el szeretném azért itt mondani, hogy a magyar rendőrség viszont semmit nem segített. Ugye megvannak a feljelentések, az e-mailek, a bejelentések, és a magyar rendőrség semmit nem tesz. Úgyhogy ezért is, meg egyébként én régen is kijártam külföldre, mert 2011-től... Dolgoztál? Építőiparban? Nem egészen, de Németország, Svájc, Ausztria, de ezeket egyébként tudják rólam általánosságban a nézők. Te lehet, hogy nem tudsz róla, eszméletlen sokan kérték, hogy gyere el az üzletünk, mert tényleg, köszönöm, ha nem szépen kaptam emiatt 1000 üzenetet... Azt az eget, ez komoly, ez komoly. És mivel úgy láttuk, tényleg erre hatalmas az érdeklődés, szeretnélek megismerni, hogy te egyébként hogy gondolkozol. Szerintem nem feltétlenül mutatod azt élőben, amit most itt beszélgettünk a videó előtt, mint amit online, ezért szerintem tök jó, hogyha talán kicsit jobban megismernek, mert ha jól tudom, nem is volt még veled ilyen komoly interjú, nem? Volt azért velem egy-két ilyen komolyabb interjú. Hol voltál? Például az RTL Klubnál. Tényleg? TV2-nél. A TV2-nél nem annyira az RTL Klubnál. És az mit? De azt nem adták le. Tehát egy ilyen üvegkalitkába mindenféle fények mentek, meg ki volt írva a nevem, mikor a válogatóba voltunk az RTL Klubnál, X-faktorba. Viszont mivel, hogy ugye ott Gáspár Laci bebehézott, így ugye nem de adták le. De jó fej a Laci. Nem bírod? Én nem tudom, én nekem nem annyira tetszik. Na szóval az a lényeg, hogy azokat a jobb felvételek, ugye, amik készültek, azokat nem adták le, de viszont az egészet nem adták, de voltak benne jó jelentek, és jó, azokat nem adták jó le. Az a lényeg, hogyha jól tudom, Korfuról jöttél most ide Athénba, ugye? Igen, igen, igen. És akkor egy köztes helyen találkoztunk. Igen, igen, igen. Köszönöm, hogy ide eljöttél, és figyelj, hát itt is vagyunk, ebbe a brutál szuper üzletbe, és nem tudom, hogy tudod-e, de ennek a videónak nagyjából az a célja, hogy nézzünk cipőket, és aztán, hogyha úgy gondolod, nem muszáj egyébként, akkor vásárolhatsz magadnak valamit, viszont nem muszáj. Értem, értem. Szóval, hogyha benne vagy, akkor nézzünk körbe, jó? Jó, persze, persze. Hát figyelj, tesó, megmondom őszintén, hogy én nem is tudom, hogy mik ezek. Tehát... Na, figyelj István, hoztam egy olyan cipőt, amiről lehet, hogy le fog esni az állad, de lehet, hogy nagyon olcsó, de lehet, hogy nagyon drága. Ez a cipő. Jézusom, mi ez? Nike Back to the Future. Aha.
Mit gondolsz, szerinted ez mennyibe kerülhet? Hát szerintem egy olyan, hát nem, mert olyan, mint egy síkorcsolya szerintem az egész tese, én nem tudom, hogy mi ez. Ez nem az én világom, de körülbelül olyan 70-80 ezer, ez is csak azért, mert ugye... forint? Ja, azért, mert hogy Nike, ja, de hát nem tudom, hogy ilyet kivesz fel amúgy egyébként. Ez ugye a ikonikus filmben, a Back to the Future-ba, a Visszajövőbe című filmben, ez hordta a főszereplő, és ez kézzel azt kell tudni, hogy ugye ez önbefűzős, tehát fölveszed, nem kell azzal fáradoznod, hogy bekösse magát, hanem ez rásimul a lábadra, viszont cserébe elmondja, mennyi az ára. Milyen motor van benne, vagy? 30 ezer euró, az mennyi is? 12 millió. 30 ezer euró? Ez a cipő. Hát, de ugye ebbe azt tudod, hogy benne van a marketing, tehát hogy ilyen filmből, olyan filmből, hát meg stb. De ez a, kézzed el, a sneaker kultúra egyik leges, legikonikusabb cipője. Szóval ez itt most a kezemben, ez nagyjából 12 millió forint. Ez még, ennyire még énekelni is kéne, hogy tudjon, nem? Hát ez megint melyik, olyan... melyik a kedvenc énekes madarad? Egyik se tesó, mert én tudod, hogy utálom, mert vonyítanak a madarak a fán. Tudod, volt egy ilyen videóm, én ott már mondtam. Egy ilyen világban élek. Na, jó. Azt mindenki tudja. Nagyon jó belevágtam, mert itt jönne a következő kérdésem. Na, igen. Mit szólsz ahhoz egyébként, hogy Magyarország legfelkapottabb előadója helyet szólított neked benne a számomra? Ez megtiszteltetés, nem? Hát nekem nem. Azariára gondolsz? Igen. Majd ezt vagy? Figyelj, én Azariát nem tartom se énekesnek, se semminek. Tehát az nem tudom, hogy micsoda, hogy pénytyányipó, patyipatyipótyá, meg ilyen, hogy a Palotai volt, meg ez micsoda? Tehát mi ez ember? Ez zene, vagy ez mi? Azt figyelj, azért azt el kell mondanom, hogy hogyha nem lenne zene, azért ennyire nem rezonálnának vele az emberek. Szerintem jó a menedzsere, valamint a török alapokat összekeverte a magyar hagyományos népművészeti alapokkal. És ez nem zene akkor? Hát most figyelj, ha összedobnak egy alapra 4-5 srác egy faluba valamit, azt is lehet zenének hívni. Jó, de arra nem mennek el 150 ezeren, nem? Igen, valamilyen népszerűsége van, de... Nem egyébként, de egyébként én elmondom neked, hogy főleg a kinézet. Azok a napszemüvegek, a rockstar stílus, a haj, a fejkendő, ezek nagyon rányomnak. Az image. De egyébként, amit ő csinál, vannak egy-két jó dallamok, amit elkap. Uh-huh. Például ez a túllépek talán majd az álmokon, akármi. Amúgy milyen jó hangon. De várj egy kicsit. MC Isti. Igen. De ez is abban a zenében, csak egy kis résznél van ez, és az egész zene amúgy egy szar, csak egy ilyen kis részt elkapott. De ez olyan, mint hogy a freestyle. És amikor ezt meghallottad, hogy belerakott téged a zenébe, mi volt az első gondolat? Hát egy kicsit ideges voltam. Felment a pumpa. Volt. Hát egy kicsit felment a pumpa, jaj. De egyébként, ahol ő engem belerakott, ott ugye ilyen valami iskolatermet mutatnak így lassítva, vagy valami ilyesmire emlékszek. Tehát igazából szerintem nem foglalkoztak az ő rajongói, meg az emberek, hogy most engem belerakott. Én úgy gondolom, nem nagyon foglalkoztak. Még üljetek ki? Hát én nem is vagyok vele összeveszve. Én ne haragszol nem... rá. Én nem haragszok rá, csak azt mondom, hogy szerintem ez semmi, amit ő csinál. Na jó. Ne haragudj. Azért ez erős, jó? Én azt mondom, és ezt hallgass meg, hogy egy Bon Jovi, vagy egy Alice Cooper, vagy egy olyan együttes, aki tényleg valódi, igazi zenét csinált valamikor, visszasírják az emberek azokat az éveket, és köszönik, hogy a részesei lehettek annak az időszaknak. Jó. Amit a mostani, mit tudom én, ez nem zene. Tehát nem tudom, hogy ez hogy lehet zenét nevezni. És például most magyarok közül itt hallgatsz? Hát szerintem aki... Gáspár Laci? Ne, dehogyis. Aki... GVM? Ne, véletlenül se. Miért? Aki valamit tud, meg aki valamit, ugye Gangsters és Cartels, meg Dopman, az ugye Magyarország azért egyik legkomolyabb előrei voltak, de már ők azért kiégtek. Jöttek újak, van ez az Escobar, van például a Hybrid Bro, tudod. Neki van egy nagyon jó szövegstílusa, nagyon jó szöveget ír a Hybrid, úgyhogy sok mindenkit menedzsel is. Ugye, úgyhogy... És hallgatsz egyébként rappen kívül mást is? Hogyne hallgatsz. Azariát? Azt biztos nem. Jó, hát figyelj. Én nekem nem az én stílusom. Jó, én ezt tiszteletbe tartom, de az, hogy azt mondod, hogy ez egy semmi, azt viszont nem tudom. De figyelj, azt mondom, hogy ha van egy olyan zene, ami jó, például most Bon Jovi-tól bármelyik dal, ami ilyen nagy sláger lett. Milyen számban például Bon Jovi-tól, amit ismersz? Living Player, vagy akármi.
azt ugye arra mindenki azt mondja. Tök jó kijelentésed van. Így van. Arra mindenki azt mondja, hogy jó. Vagy Alice Cooper, a Poison, vagy bármi. Ugye? Szerintem az most fontos ebbe az interjúba, hogy amúgy az emberek megismerjék szerintem kicsit így az emberi boldalát. Én nem követlem annyira, de látom, hogy azért a live-okban elég súlyos dolgokat csináltok néha. Egy olyan kérdésem lenne, hogy életedben eddig mikor voltál a legesleg-boldogabb? Hú, mikor voltam a legesleg-boldogabb? Mikor találtam egyszer 1900 eurót körülbelül. Talán akkor. De hogy találtál? Hát a jó Isten megsegített meg a szerencse. De is elraktad? Igen. Éppen kijöttem egy boltból, és Éppen láttad, hogy valaki elhagyt. Nem. Képzeld el, ennek érdekes története van. Volt vagy 3-4 eurom Németországba, és épp már zárt a bolt, és még bementem előtte. Egy ilyen fűszerboltba. És már sötétedett. És kijöttem, alig tudtam magamnak valami kaját venni, ez még a régebbi időszakokban volt, nagyon régen, vagy 10 éve, és képzeld el, hogy azt hittem, hogy egy kő van a földön, és így bele is akartam róla, és láttam, hogy egy pénztárca. És üres nem voltak benne az adatok? Nem voltak benne adatok, a pénz volt benne, és a világon senki körülöttem, tehát képzeld egy nagy, hatalmas, sötét parkolót, kocsik sehol, és senki sehol, tehát a jó Isten az égből megadta, de egyébként többször is történt velem ilyen. Na, hogyha már akkor itt járunk, többször is. Boldogság vagy pénz? Mit választanál? Hát egy ilyen világban szerintem nem nagyon van boldogság. Relatív, mert hogyha például valakinek boldogságot okoz, hogy a hobbiát űzi, mondjuk kártyázik, pókerezik, vagy mit, live-okat néz, vagy valami, de hogyha vége van a live-nak, akkor elmúlik a boldogság. Milyen szemszögből közelíti meg az ember? És most 1-től 10-es skálán mennyire vagy boldog? Hát én most kettes, én nem. De én sose voltam annyira boldog. De te nem vagy? Hát mert akkor lennék boldog, hogyha otthon lennél családod. Nem. Hogyha például lenne 600 millió forintom, egy villám, nem lennének anyagi gondjai. Tehát akkor a pénz a fontos. Meg a testalkat ugye, hogyha le tudnék fogyni, amit sajnos nem tudok. De miért nem? Mert rengeteg üdítőt fogyasztok. Pepsi, Coca-Cola, stb. Jó, de ezen tudnál változtatni, nem egészségügyi probléma miatt van ez. Meg a dohányzás. Függőség, tesó. Hát azért persze, hogy nem egészségügyi, hanem a szeretem a jó ízeket, jó italokat, jó ételeket. Majd ezt megkóstol. Kezded, ez most jött ki az üdítőnk. Igen, ez micsoda? Mi ez? Figyelj, nincs benne cukor, de mindenki azt mondja, aki megkóstolta, hogy ez eddig a legfinomabb üdítő, amit ívott. Better than... Oké. Föl kell tennem egy olyan kérdést is, tudod, te vándorolsz, hogy például hölgyekkel mondjuk hogy állsz? Vagy most ez nem prioritás? Hát figyelj, elég rosszul, sehogy. El kell, hogy mondjam, tehát azért... De hogyha valamit nem szeretnél mondani, akkor tényleg nem mondom. Jó, de figyelj, azért tudjuk, hogy a hölgyeknek vannak elvárásaik, követelményeik, ugye legyen alattad ekkora, na, két méteres, stb. Dehogy nem, azt szeretik. A másik, hogy legyen munkahelyed, pénzed, stb. Én most, hogy vándorolok, jövök, megyek, én egyik városban vagyok, egy hétig tovább megyek, maximum egy pár napig, vagy egy hónapig vagyok egy városban, így nem tudok. Sajnos... Ugye van ez az atrocitás, hogy Magyarországról el kellett költöznem. Ne haragudj, én tényleg nem akarok ebbe belekötni. Én szerintem, te ha Magyarországon kimenni az utcára, mindenki képet csinálna veled, vagy ismernének. Igen, nem lehet, hogy egy kicsit paranoid vagy ilyen szempontból? Hidd el, szerintem nem, vagy hogyha viccből is mondanának valami hülyeséget, és szerintem te reagálod ezt túl. De hát ezt a kommentelők írják le, hogy szerintetek az István reagálja túl? Nézd, értek atrocitások. Figyelj, most mondjam neked azt, hogy minden áldott este odajöttek a lakásom alatti parkba, és onnan üvöltöztek fel, hogy gyere le, te büdös kutya, akkor folyamatosan csörgött a kaputelefon. Elég hangos a kaputelefonot nálunk Miskolcon, úgyhogy még a szomszéd is hallotta. Folytatólagosan zaklattak, kocsikkal jöttek, kihívtam a rendőrséget, bementek az egyik utcába, oda mentek a rendőrök, elvittek onnan 6 csávót, 6-osával jöttek a házamra. Volt, hogy egyedül jöttek, lementem a postára, a padon ültek, ott vártak, nekem jöttek. A belvárosba rám kiabáltak gimnazisták, kocsiból kiszóltak, hogy nem akarok. Azoktól szerintem nem kell félni. Szóval
Hát jó, ez nem kellemes, ez nem kellemes. Viszont pár szót azért meg kell említenünk a cipőkről, mivel azért ez egy ilyen műsor. Van egyáltalán olyan cipő, ami egyáltalán tetszik a boltba? Ugye most nem a Balázs kézzel vagyunk, de nálunk ugyanezek a cipők érhetőek el. Nálatok ugyanezek a cipők érhetők el. Figyelj, igazából ez tetszik, ez meg is, ahogy megláttam, hogy jöttünk erre, ez nem rossz. Ez 1225 euró. Fú, ez megvan az ára, 400.000 forint, 450. 500, aha. Viszont ezek, amik ilyen tornacipő jellegű dolgok, ezek nem tetszenek egyáltalán. Ennek a színe nem tetszik, de ez is elég jó amúgy. És figyelj, ez viszont komoly, ez azért jó. Ez pacsák, tényleg amúgy. Ez nem is olyan drága, 410 euró. Na, ez ott van a szerint. Ez ott van. Például ez a cipő, ami rajtad van, ez milyen? Figyelj, én sok cipőt ismerek, ezt nem ismerem. Figyelj, ez egy... Memphis? Nagyon, nem a Memphis, nem, az főleg Magyarországon működött. Igazából ez egy Joma. Joma. De tök cipő. Szuper. Nagyon komoly, mert egyébként ez már ki volt mosva, legalább két órán keresztül mosta a gép, és ugyanolyan stabil. Én azt hittem, hogy az új. Ja, és új, ez már vagy öt hónapja vettem. Tök jó. És pacek. Meg azt akarom kérdezni, szerintem ezt sokan is fogják, srácok, lányok kérdezni, aki nézi a videót, ez a napszemüveg, erről mit kell tudni? Mert amikor itt így sétáltál itt felénk az utcán a boltán, és ezt nem hittük el. Ezt hol vetted? Vagy ez milyen szemüveg? Hát ennek semmi különös története nincs. Beugrottam egy üzletbe, így a Soron. Aha. Itt Athénban vagyunk, ugye főváros Görögország. De milyen jól mondtad, ilyen ízesen, Athén. Igen, igen. És egyszer egy kínai üzletbe mentem, aztán azt tetszett benne, hogy ugye kocka alakú. Meg nekem tetszik ez a gyémánt berakásos. Ja. De őszintén én semmegyit nem értek a napszemüvekhez, és őszintén nem tudom, hogy ez nője. Szerintem unisex, vagy én nem tudom. De nekem csak az volt a cél, hogy... Szerintem ma már nincs is ilyen, hogy női vagy férfi. Így, nem... Mindenki azt hordja, amit szeretne, de amúgy te teljes mértékben mindenkivel elfogadó vagy. A cél szentesíti az eszközt, figyelj ide, az a lényeg, hogy nekem az volt a lényeg, hogy majdnem kisütötte a szemem a nap, hogy legyen valami rajtam, aztán, hogy most férfi, női, nem tudom, persze. Lehet, hogy majd eldobom valahova. Jó, tehát nálad akkor cipővásárlásnál az a szempont, hogy minőségi legyen, sokáig kitartson. Ja, meg az Adidas, meg a Nike-ból mondom, ez viszont tényleg, ez nagyon ott van a szeren. Tehát a talpa is, a kialakítása, ugye ez a rész, ez tényleg az ilyen... Mondjuk ez? Ez nem az én világom, ez... Nem tudom micsoda, de... Öt megy vissza. Viszont még lenne egy ajándékom. Most jelent meg az üdítőnk, igen. Balog Leventével, ő tudod ki? Nem ismerem. Ő a Szent Királyinak a tulajdonosa, az ásványvizet lehet ismert. Na, vele csináltunk egy ilyen céget, és egy ilyen sportitalt adtunk ki, amiben nincs cukor. Aha. És tényleg egészséges, és egy olyan kérdésem lenne, most jelent meg egy hete, és kíváncsi vagyok, hogy neked hogy ízlik. Megnézem. Megkóstolod? Persze. Figyelj, őszintén, ha szar, akkor azt mondta, hogy szar, ha jó... Hát én mindig úgy vagyok vele, tudod, ha valami nem jó, akkor megmondom. Figyelj, nincs benne cukor. Aha. Na, illata milyen? Nem rossz, nézzük. Hú, hallod, ez jó, ez tényleg, ez... Én még... Várjál, még egy kortyot. Tényleg jó. Ez fajn, ajánlom mindenkinek, srácok. Én még... Mert eddig mindenki azt mondta, hogy nagyon valami zéró cucc? Zéró? Nincs benne cukor, aha. De annyira nem érződik, hogy édesítőszer, de azért édes, nem? Jó, ilyen mangó. Kellemesen édes. Aha. Ez tényleg jó, gyerekek. Pár kalória. Ez nagyon jó. Tényleg? Persze, ez bejön. Te most mennyi idős vagy egyébként? 41 leszek. És akkor, mert ez még így ideális lehet, hogy még szeretnél például a jövőbe feleséget? Hát ez még a jövő zenéje lehetséges, de ahhoz nagy fordulat kéne. És például, hogyha erre lesz lehetőség a jövőben, akkor hogyan kérnéd meg az álmaid nőjének a kezét? Figyelj, például ennek több oldala van, mert ugye az köztudott tény, hogy ahhoz még meg kéne lenni a nőnek, aki egyelőre még nincs meg, amit mondasz ugye, hogy... Jó, de most ha megvan. Figyelj, van egy olyan probléma, hogy ezt tudjuk, hogy a nőkbe azért 10, 20, 30, 40, akármennyi férfi átment már egy nőn. Nekem nem igazán kell úgy nő, hogy ugye már Pistike, Jóska, Feri, Tibi, Laci, Zoli átment, és én legyek a mit tudom, 28., 29. paciens,
igazából nem szeretem a használt cipőt se felvenni a lábamra, hanem az újat szeretem. Na most nőkből is úgy van, hogy inkább a tiszta nőt kedvelem, nem azt, akinek már másnak benne volt a lába a cipőbe, érted, hogy mit mondok? Ez egy ilyen hasonlat. De ugyanakkor, ha lenne ilyen nő, mert van egy-két kivétel, igen, ugye a legtöbb nőnek meg párja van, tehát emiatt sem. Akkor te semmiképp sem mennél rá egy olyan nőre, akinek van párja. Dehogy mennék, hát amúgy se. Ezt tisztelem. Ki mondjuk Magyarországon szerinted az olyan nő, aki fantasztikusan néz ki? Hát például Sing Vicky. Ő énekes? Ha jól tudom, a TV2 produkciójában valahol tevékenykedik. Ugye van ez a videóklipje, van egy-két videóklip, száma? Ugye... Ismersz tőle számot? Most nem jut hirtelen eszembe, na de azért... Tóth Gabi? Tóth Gabi? Nem rossz egyébként. De hát nem tudom, hanyadik válásán van túl, meg stb. Ha egy szuper képességet választhatnál, mi lenne az? Én azt választám, hogy legyek láthatatlan. Igen? De miért? Hát, mert akkor látnám azt, hogy milyen cselekmények mennek, és akkor korrupt rendőröket akármit le tudnék buktatni, stb. Tehát például ezért. És például olyat nem szeretné, hogy belelássa valaki egyébként... embernek a fejébe? Hát azt mondta, csak egyet lehet választani. Ez te... lenne a másik? A másik, hogy mi lenne? Hát az még egy jó kérdés, mert akkor inkább az lenne, hogy a jövőt lássam, hogy mi lesz előre. Uh-huh. Az lenne a másik. Ha egy dolgot változtathatnál meg magadon, egy külső és egy belső dolgot, mi lenne az? Hát a külső, hogy fogyjak azért le, hogy jó legyen, ugye 70 kilóra vagy 80 kilóra lefogyjak. Másik dolog, hogy a dohányzást kéne abba hagyni, ami egyelőre nem nagyon megy. Az a baj, tudod, hogy nagyon sok stressz éri az embert az utcán, az életbe. És ugye a nikotin tud egy kis nyugalmat adni, meg fokozza a neurotranszmittereket az agyban, a boldogsághormont, stb., ugye találtuk ilyen vegyületek a cigarettában, ami neurotranszmitterek ingeret átvívő anyagok, járj utána. És dopamin szintet emeli, a boldogsághormont, stb., szerotonin szintet. Te tudod arra? Igen. Hát a biokémiában jó vagyok. Tényleg? Persze. Van érettségid egyébként? Nincs. Ahogy az egyik zenémbe... Autodidakta módon tanultál? Nem. Ahogy az egyik zenémbe mondtam, hogy én csak egy orvos bőrébe bújt zenész vagyok, a világra szarok, mert tudom, hogy esélytelen. Vagy valahogy így volt a dal egy régi, nagyon komoly zenémbe. Ez még mindig érvényes. Egyébként mi az álmod? Hát figyelj, az álmom az már ki van alakulva itt a fejembe, tehát... Na. Amerikába, a USA-be, Egyesült Államokba, az USA-ba mindenféleképpen ki akarok menni. Mit szeretnél csinálni? Hát figyelj, az a lehetőségek földje, ugye Amerika, az új világ. Igazából én a hírességekkel szeretnék találkozni, Sony Music kiadó, Hollywood, stb. Beverly Hills, ugye... Tehát akkor te a zenével szeretnél? Igen, hát azért jó lenne, azért az egy nagy célom, hogy azért egyszer-kétszer egy-két sztárral összefussak, például Pinkkel, vagy Lady Gagával, Stallone-val, vagy akár Bolo Young-gal, mert ott lakik valahol Los Angeles környékén, a nagymester, a Muay Thai-os. Úgyhogy ilyen hírességekkel találkozni, ott kint lakni, és akkor, ha jó Isten megsegíten, akkor sose térnék haza Magyarországra. Nem akarsz visszatérni? Figyelj, 30 évig, 35 évig laktam Magyarországon, igazából ezek a balkáni országok itt nem jöttek be, voltam spanyolba, Portugáliába, olaszba, nagyon sok ilyen voltam, nem jöttek be, igazából páran azt mondják, hogy európai szemétdomb, ezt nem mondanám így, de van benne valami, de Amerika az más világ, azért azt sokan mondják, hogy Amerikában van az élet, úgyhogy én oda vágyom. Jó van, figyelj, én azt kívánom, hogyha ez az álmod akkor teljesüljön. Már így van, thank you. Már szervezés alatt van. Na, örülök. Na és hát el is érkeztünk az egyik kedvenc részem ez a videóba, ugye te MC Isti vagy, és ha jól tudom, az MC ugye a rapper szakmából ered. Igen. És egy játékom lenne számodra, de nyilván csak ha benne vagy. A játék pedig az lenne, hogy berakunk egy alapot, amit ugye nyilván te nem hallottál, egy rap alapot, egy beatet, és rá kéne nyomdod valami freestyle-t. Oké lenne? Hát most így hirtelen? Hát igen. Jó, oké, megnézzük. Kíváncsi vagyok. Oké, nézzük meg.
Jó, itt ki is kerestem. Mutasd. Már közben. Aha. Indítatom? Persze, persze. 3, 2, 1. Fú, ez komoly ez az alap. Kicsit deep vibe. Sziasztok! Itt vagyunk kint Athénba. Balázs Kicks, a király és a haverja. Olyan emberek vannak, akiknek letörekvőben van a csillaga, mint Azaria. Dancsó Péter, aki az embereket csúfolja, és ezzel saját magát lehúzza. Vannak még itt emberek a szakmában, akiknek már nincs helye a médiában, mint a Dancsó Péter, aki semmit se csinált, csak embereket égetett le. De mondom a többit, figyeljetek, mert nem lőttem el még az összes töltényt. Itt van a következő, Lil G, aki a TikTokon koldulja a pénzt, és már nincsen zenéje. Az Azariának pedig a koncertjegye visszakerült az eladó irodába. Ez a magyarok átka. Oj, de jó! Figyelj, van, amivel nem értek egyet, csak sok dologgal, de amúgy nem rossz a flow, pár helyen van elcsúszás, értes a hangot, Pogány induló? Az jó, az például jó. Köszi, tesó. Na és hát figyelj István, nagyon szépen köszönöm, hogy össze tudtuk hozni ezt a videót. Tényleg nagy nehézségek árán, ugye nekünk ki kell itt utazni a kollégákkal, de nagyon örülök, és köszi, hogy itt meg tudtuk csinálni. Tényleg rengetegen kérték. Szívesen, szívesen. És tényleg, ugye most nem vásároltál cipőt, amit tényleg nem is baj, viszont tényleg köszönöm szépen, hogy nyitott voltál erre. Nagyon szívesen. És nem tudom, hogy mit kívánjak neked, azt kívánom neked tényleg, hogy találd meg a boldogságod, szerintem tér haza egyszer Magyarországra, és tényleg mindenben nagyon sok sikert kívánok, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Egy élmény volt. Köszönöm, és legyen szép napod. Köszönöm. Mész Korfura? Igen, igen, megyek vissza, utazok hamarosan.